what it's all about. You become a made man and part of our family forever. Örökké. Kivéve, amíg meg nem ölünk, vagy meg nem ölsz minket, vagy el nem árulsz minket, vagy mi el nem árulunk téged. Viszket az arcom még, amióta öltek. Amúgy a Vito Corleone-nek a hangját, meg a külsejét, ezt egy-egyben Marlon Brando találta ki. Úgy ilyen, azt akarta, hogy ilyen buldogos legyen az arca, hogy az is szimbolizálja a szívóságát a karakternek, és vattapamacsokat tett a szájába két oldalt, hogy ki legyen tömve az arca. Aha. A hangját pedig azért másította el ilyen magasra, meg ilyen gyengére, mert úgy képzelte el a karaktert, hogy ő sokat harcolt ezért a hatalomért, ami van neki, és az ilyen pisztolypárbajokban egyszer eltalálhatta egy golyó a torkát, és így megsérültek a hangszálai. Ha. És kitált ezeket a dolgokat, és mondta neki, hogy félj, bazd meg, te vagy korunk legnagyobb színésze, azt találsz ki, amit akarsz. Ha azt mondod, hogy izé, pink boxer alsóba bikát szopik, akkor úgy játszod el a karaktert, leszarom, de amit te mondasz, az, az szent. Hát olyan dolgokat tudott kérni, basszus. Volt olyan film, azt hiszem, lehet, hogy pont a Superman, ahol nem volt hajlandó megtanulni azt a pár sort, mert tényleg egy pár percre volt a filmben, és vagy súgógép előtt kellett állnia, amikor pedig úgy volt, hogy valaki volt egy női színész, aki pedig a Supermannek az anyját játszotta, mert tudod, ő meg a Superman apja volt, és amikor ők ketten voltak egyszer a képernyőn, és rá kellett néznie, akkor pedig a csajnak a homlokára kellett felragasztani az ő szövegét. Ennyire kibaszott troll profátlan állat volt, amikor olyan forgatókönyvet tettek elé, ami ilyen lóvé film volt az ő szemében. Szóval, hogy nem, kurvára nem érdekli a dolog, de jó a pénz. Szóval a Superman az például egy ilyen volt. De amikor egy olyan forgatókönyvet tettek elé, ami érdekli, mint például a Keresztapa, ott például ilyen kérése volt, hogy ő így képzeli el a karaktert, és így akarja eljátszani. Gondolom, nem sokan mondták azt neki, hogy nem. Nem. Mikor halt meg? Szerintem valamikor ugye a 2000-es évek környékén. Plusz-minusz egy-két év. Szóval ugye a 90-es évek vége, 2000-es évek eleje. Szóval az utolsó filmben benne volt ez a Dr. Moreau szigete. Amikor már tényleg annyira elborult az agya a hülye kérésekkel, hogy megismerkedett valami törpével, és belerőszakolta a producerbe meg a rendezőbe azt, hogy az legyen az ő ilyen segítője. Mentés. Ott volt a Safe House csak azért. Hol? Elmész jobbra is ott. Jó, mentsünk egyet, és akkor utána menjünk a következő jó misszióra. De szóval törpe. Szóval megismerkedett valami kis növési emberrel, és belerőszakolta a rendezőbe meg a producerbe, hogy őt is tegyék bele a filmbe, mint az ő segítője. Meg hogy egy vödör leessen a fején. A Dr. Matthew Fisto a South Parkból. Igen. Ennek van az a kis törpe segítője. Na az a Dr. Moreau szigete tére referencia. Ha. Azért van olyan hangja az ének a Dr. Matthew Fistónak, mint a Marlon Brando-nak. De volt is benne paródia, hogy Marlon Brando. Igen, amikor volt a Nobla. Mambla, ja. Nem is gondoltam volna. És tényleg, neki nem mondtad azt, hogy nem. Szóval, hogy ő bármilyen fura fasságot akar beletenni a filmedbe, neki beleteszed a filmbe, mert akkor egy státusz dolog, hogy ő benne van a filmedben. Tényleg az a Supermanben tényleg egy pár percre volt benne, mert tényleg így a Tony-nak a prológusában már meghal, és aztán csá, ennyi. Rohadtul köze nincsen semmihez. De a főszereplők között volt feltüntetve, főszereplőhöz méltó bért kapott, és még a szövegét sem volt hajlandó megtanulni. Szóval, hogy neki voltak sztár előrjei. Neki elnézzük. Hát figyelj, de mondjuk, hogy tényleg maga ideje, ő egy kurva nagy, meg kurva jó színésznek számított. Meg ő volt az első között a
hollywoodi férfi szexszimbólumok között, szóval a női szexszimbólumok azok mindig is benne voltak így a szórakoztatóiparban, de a férfi szexszimbólumokat igazából ő vitte be nagyon a köztudatba. Volt a, nem tudom a magyar címét a filmnek, az angol címe a Streetcar Named Desire, a szemez. És hát az konkrétan, akik megnézték a mozikba, a női nézőknek ebbi bugyit kellett cserélni a film végére. Úgyhogy a Marlon Brando kb. Utálta azt a filmet, meg a szerepet is, de hát utána felszedett valami 20-30 kilót csak azért, hogy ne kelljen olyan karaktereket többé eljátszania. Az igen. Ja. Ez a románc nem tartott sokáig. Megölik? ...2004-ben halt meg Marlon Brando. Na, mondom. Shit. De miért azt mondom neki, hogy menjen ki a lakásból? Szóval menjen ki a lakásból, ott abba az irányba, ahonnan a tatálek jönnek. Szóval megmutatom, hogy miről beszélek. Két ajtó vezet át ebből a szobából. Van az, meg van, ami a biztonságos hálószobába vezet. Szóval nem oda küldöm be? Ott nincs mafiózó, ha csak nincs valami mafiózó szeretője rajtam kívül. Nem? Kiküldöm a tatáliákhoz. 80 évesen halt meg. Mi volt az a film, amit mondtál? Dr. Moreau szigete. De nem, amiben szexszimbólum lett. A Streetcar Named Desire. Anyádat. A vágy villamosa. Az. És ez a második filmje volt. Execute. Azt akarom. Nem engedi. Mindegy akkor. Wow! Ő játszott a lázadás a Bounty-ban. Nem láttam a filmet, de a kedvenc luxemburgi rockzenekoromnak az a film inspirálta a címét, hogy Mutiny on the Bounty. És te elszerepelt a Supermanben. Na, most felhívtuk Monkot. Mikor hazudnék én neked ilyenről? Apokalipszis mostban is játszott. Aha. A képet. Superman 2? Beszélt. Na most felszedjük Mankot, és csinálunk egy elkeseredett mentő akciót. De ugye sikerül megmentenünk. Ez a Dr. Moreau sziget, ez elég szarul áll el MDB 4,4. Ó, slow motion futás! Vagy csak laggoltunk. Ja. Most erre pazaroljuk az időt, Mank! Max magasságot csináltunk, és a Monkey is nagyon magasabb, mint mi. Most ha minimális magasságot csináltunk volna, érted? Ja. Mi kis törpék lettünk volna? Nem része ennek. Nem, a fasz nem. Van egy mafiózó bátyja, meg egy mafiózó pasi, a kurvára benne van nyaki. És most megyünk a templomba. Nem mondják még ezt a sok autós lövöldözést az emberek? Pedig a film rohadtul nem ilyen volt. Csak ugye a játéknak akciódúsnak kell lennie. Ez pont olyan, mint amikor nem is tudom, azt hiszem, amikor az Alone in the Dark-ból csinált filmet az UV-ból, akkor azért dobott vissza egy forgatókönyvet, mert nem volt benne elég autós üldözés. Azt tudod, hogy másról nem fog többet filmet rendezni, visszavonult. Ja.
hatalmas veszteség a, az emberiség kultúrájának, egyetemes kultúrájának. Fél nem tartok kizártnak, hogy amit földobja a talpát, akkor iróniából mindenki elkezdi majd dicsérni a filmjeit. Igen, ő lesz majd a következő Edward. Edward, ja. Edward akartam mondani, ez kicsit más nyilván. Hát meg tudod, van az a kamu dokumentumfilm, a Póli Sor halott. Tudod, a Póli Sornak mindig lehordták a filmjeit, ja. És készült egy film arról, hogy mi lenne, hogyha meghalna, eljátsza, hogy meghal, és elkezdi mindenki az égig dicsérni. Mekkora zseni volt, meg minden. Még az ötletes. Nem néztem még meg, de elvileg nem egy gyakori cucc, és a múltkor láttam bola a piacon, 200-300 forintért mondom, megveszem egyszer, majd a sorra kerül, akkor megnézem. Nagyon eltévedtünk. Nagyon eltévedtünk, valami Tatália raktárnál vagyunk. Szerintem Rückwärtsben gyorsabban kiérsz. Ja, valószínű. Ahol bejöttünk. Nem tudom, hol vagyok. Most egy kicsit olyan érzés, mint a csupasz pisztolynak az elején, hogy össze-vissza megy a rendőrautóval, tudod, a hullámvasúton, meg női öltözőbe, meg minden. Ja, igen, az annyira izé. Te, hogyha kigyullad a kocsi, akkor tudunk másikba átszállni, vagy akkor szoptuk? Ja, hogy egészen Brooklynig kell menni. Ja, az más. Akkor itt kanyarodunk? Nem, következőnél. Ja, hogy Brooklyn? Aha. Ja, mert logikus, az az ő otthoni területük. És most már rájöttem, hogy ez a felső grafit, nem tudom micsoda, az azt jelenti, hogy hanyas szinte vagy. Milyen felső grafit? Hát ott a élet felett, az a két csík. Azok a két csíkok, aha. A rang. Igen. Mank, te mit nézel az Atomigánnal nagyon hevesen? Szellőzik a feje. Lehet, hogy a hugom már nem is él, ki kell kicsit szellőztetnem a fejemet. Ja. De biztos él. Igen. Haj! Reckless driving. Kár, nincs ilyen near miss bónusz, mint a Saints Row-ban. Ja, és így kapod az XP-t érte, meg a respectet. Ez szép default. Sick drift, yo! Ja. Nice drift, bro. Most simán random elkezd lőni stratchikat. Nincs elég ellenségünk, Mank? Random járókör őket, csak így gyilkol. Nem, izé, stretchik mellett mentünk el. Most már visszabújt. Most elkezdő lőni mindjárt a bárzénéket is. Mondom, bazd meg. Nem tud a segély maradni. Megálltunk. Ez mi volt? Nem tudom. Bejöttél a templomba. Itt egy kis XP. Mank nem bujkál így el teleptárgyak mögé. Ez punciknak való. Ott egy filmtekercs. Csak kicsit nagyobb, mint amit szokott lenni. Ferrari. Megkötött Francesco a Ferrari, nem lesz több a sportautó. Szarügy. Van reményem, mi még Lamborghini élni. Ja. Meg a Maserati.
Ez mennyi nálunk magasabb rangú izé Tatáliát megölünk most. Ja, tényleg. Azért jól ki lehetnek ránk akadva, hogyha ilyeneket ránk küldenek. És közben halljuk, hogy mi történik. Az mit történt ott? Az ember fölrobbant kb. Mindjárt meghalok, de inkább megrázom magamat áramban. Most is próbáltunk ki milyen. Több lehetőségem erre már nem lesz. Ja. Mert attól a pattól kurva nem féltetek el. Hátból ötték? Ja, konkrétan lebeg a vére a kezem fölött. Van egy ilyen 2-3 centi különbség, majd nézd meg felvételből. Hoverhand. Van egy 2-3 centi különbség a keze és a vér között. Úgy. Acting. Tényleg meghalt? Tényleg. Ez tök gyíkság. Kell dráma ahhoz, hogy legyen motivációnk a bosszúra. Tudod, ha a keresztapa nem halt meg, akkor valakinek meg kell halnia, hogy bosszú vágyunk legyen, érted? Hát élj meg a macskánkat, vagy valami bazd meg, érted? Nincs macskánk, tehát a csajunkat öltem. Legyen. Lootolt Franky, látom annál a pénz. Megtíbegelem. Hullagyalázás. Öt éves vagyok kb. Bocs. Alig tudom tolni onnan? Hát valami lehet, teljesen más, város másik felébe és sírdogál valahol. És nem veszi észre. Elég nehéz, nem fogom kezdve szórakozni sokáig. Mindegy. Kihettük azt, hogy Halo rajongók vagyunk. Mert most eljátszottuk ezt. Ugye Halo-sok találták ki a T-bag-et, úgyhogy köszönjük nekik. Ja, bunkók. Úgy tényleg ott egy filmtekercs. Csak nem ott, ahol te mondtad. Nem. Level up amúgy. HP. Egy HP. Ez itt egy randomemberünk. Honnan tudsz te már erről? Végignéztem. Ja, most kocsogtam kevetlenül, hogy nyakig benne voltam. Picsám. Ja. Vele, kezdjük újra. Miki, lőnek. Én is. Bosszút kell állni. Lehet, hogy Tatár... Ja igen. Akkor foglald el a boltot. Frankért! Aki egy lány. Igen. Még mielőtt. Te, Frankit jöttem megbosszolni. Zárja megjegyzem, egy nőről beszélünk. Igen. Milyen Franky? Hát tudjátok, a csalkét megöltetek. Jó, most már... Te, valami homárt megöltünk. What a pleasure you have here. Dögyi befegyít, mi akkor mondjam? Örülök, hogy találkoztunk. Na most látom, hogy a socival kinyírtál mindenkit kb. Igen, és úgy bejött nekünk, te még én most... Teljesen kész vagyok az együttműködésre. Damn, bekeményítünk most, bazd meg. Nem szórakozol. Az undét, az para lesz. Ember párjával, bazd meg. Shotgun overkill. Kevés a soci lesz. Eddig úgy sem nagyon használtuk, mert ja. Nem szeretem úgy a socit, mert nem pontos. De erős. Mert szeretek egy ilyen pontos fejlővést leadni, aztán... Hát, de ez így a ham miatt érdemes. Igen, ez most ilyen... Kijeljük a bosszút. Ez már nem a Godfather, ez a Doomfather, bazd meg.
tekintsünk Tommy Gunnra. Itt lesz majd a szép, és a tetőn lesz szerintem a másik csóka. Lesz itt ellenállás? Na ne? Itt van még egy. What's up, bro? Egész hamar túltettem magam ezen a Frankie dolgon, már itt kedveskedek. Most már tatálják egész jól megutáltak. Na, most ezt mondod az időszak, hogy most egy pár misző elejéig Sonyval leszünk ilyen BFF-ek, legjobb barátok forever. Mert hogy mindkettőnket a bosszúvá egy vezérel, mert neki megpróbálták megölni az apját, csak nem jártak sikerrel. Nekünk meg megpróbálták megölni a csajunkat, és kurvára sikerrel jártak. Mindkettőnek föl van baszva az agya. Te mi a fasz nézel? Az egy jó autó. Na melyik? Kék. Illik a ruhánkhoz. Sem be tudnák képülni a kúniak közé ebbe, ezekbe a színekbe. Ja. Pedig van már ezért tatálja a helyét például a Brooklynba. És hol kell találkoznunk Michael, Sonyval? Hol találkozunk Sonyval? Ott Helsinki, miért mindig ilyen messzire küldenek minket? Nincs fast travel system, mert tudom, hogy egy idő után van. Csak a telefont akarom használni. Nem ezt akartam. Aha. Átvitettem magam a Midtowni safe house-ba, és akkor onnan közelebb leszünk. Zsír. És ez pénzbe kerül? Nem. Hanem? Hát csak az, hogy megkérsz valakit, hogy ne dobjál már ki Midtown-ba. Valami családtagot tudod. Alig aludtam. Úgy fájnak már a szemeim. De most beindultunk, most haladni kell. Mentek egyet, ha már itt vagyok. Jó. Most tudom, mióta leszünk már föl. 2 órája. Szép. Jó, csak azt nézem, hogy menjünk. Most kimenjünk arra a főútra, ott jobbra, ott balra, és elvileg egyenesen tudunk menni végig. És egy jó kis autónak tűnik. Még egyszer? Most egyenesen tovább. Másodiknál bal. Jó, oké, már tudom, hogy merre. Most balra majd. Ott is vagy Hell's Kitchen. Gordon Ramsay-t erre lehet megtalálni. Igen, erre vannak a jó éttermek. És a nagy mikor balesetek. Már messziről hallott, hogy fucking donkey, akkor igen. Már jó helyen. You fucking donkey! Volt már nagyon kiakadt párszor. Mert tudom, tényleg legit. This is fucking raw! Én a legjobban nem azt szeretem, amikor így nem üvölt, hanem amikor ilyen get the fuck out! Meglátja, hogy mennyi tésztát pazaroltak, mennyi tésztát dobtak ki a szemétbe. Igen. What is this? What the fuck is it?
Kicsit ki tud akadni az ember. Én végignéztem, nem tudom hány évadnyi sorozatát, imádtam. Nagyon, nagyon érdekes, igen. Ó, azt hiszem már tudom, hogy itt mi lesz. Egy küldetés. Ja, vágom már, hogy itt mi lesz. Nem is emlékeztem, hogy ennyire gyorsan bosszút állunk Frankiért. Hát, na nem. Mindjárt látjuk Sonic ezen munkáját. Halott tatáliák mindenhol. Cső, Sony. New York legnagyobb dákója. Az lesz majd egyébként a sztorinak a lényege. Mi? Ja, pont ti. Ne harciaskodjál! Nem vagyok át könnyen, pedig, ha mondjuk le is nyom minket, még mindig ott van mellette egy sörétes puska, konkrétan a fejem mögött. Ezt sikeres interrogation után, érted? De igazából nem szedünk ki belőle tényleg semmit. Sony imádja nézni ezzel. Elői hátulról? Nem. De stílusos. Stílusos, hogy megoldjuk ezt a dolgot. Van egy ilyen kamu beetetés, ja. Hogy el lesz engedve. Nagy segítség vagy. Te vagy a kulcs, te vagy a kulcs. Figyelj, ez kurva nagy lesz. De miért van ott egy ilyen ajtó? Ezért, csak ezért. Ja. Na, az volt a lényeg ennek, az egésznek, hogy ő egy magasra mutatália tag, aki most meghalt. Tehát a temetésére illene valami magas rangú emberkének ott lennie. Például Bruno-nak, aki megölte a csajunkat. Damn! Damn, son!